A szombati Ferencváros elleni bajnoki vereséget követően a Magyar Kupában a Vác ellen javított volna hazai pályán szerda este a Kisvárda. A tabella alapján egyértelműen a Vác volt a találkozó esélyese, hiszen amíg a vendégegyüttes a negyedik, addig a Kisvárda a tizedik helyet foglalja el. A mérkőzésen a félidő első részében fej-fej mellett haladt a két együttes, majd Kovács Patrícia és Barján Bianca vezetésével meglépett a Vác, és 17-14-es vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második játék részben tartotta az első félidőben megszerzett előnyét a Vác, sőt a vége előtt 5 perccel 5 gólra növelte előnyét, így el is döntötte a találkozó sorsát. A Kisvárda a végén még kozmetikázni tudta az eredményt, de így is 31-28-as vereségével búcsúzott a kupasorozattól, a Vác pedig játszott a négyes döntőbe jutásért. Egyértelmű célunk volt, szerettünk volna kupában tovább jutni, úgy érkeztünk ide, és nagyon örülök neki, hogy ez sikerült. Azt gondolom, hogy a védekezésünket nem tudom dicsérni az első fél időben, első fél idő első felében. Voltak komoly problémáink, nagyon sok gólt kaptunk, azt gondolom, hogy az egy-egyeket nem tudtuk olyan jól felvállalni, besegítések hiányoztak. Viszont a támadójátékunk itt, főleg az első fél időben az, és a lerohanásunk jól működött. A második fél időben már talán egy kicsivel stabilak voltunk védekezésben, és hát itt a végén viszont a támadásban fogytunk el egy kicsit ismételten, ami abból adódott, hogy rengeteg akár kidolgozott helyzetet is kihagytunk. Viszont azt érzem, hogy azért a kezünkben tartottuk a második fél időben a mérkőzést, holott egy nagyszerű Kisvárdát sikerült hazai pályán legyőznünk, erre nagyon büszkék lehetünk. Váci kollega azt mondta, hogy a védekezésük nem volt tökéletes, akkor mi nem is tudom, mit mondhatunk erre. Tehát 17 gólt kaptunk az első fél időben, tehát nem volt védekezésünk, aztán kijelenthetjük. Kapus teljesítmény még, amíg ott a mérkőzés első szakaszában volt is valamennyi, de egyszerűen tehát kivideóztuk, láttuk ezeket a test melletti közbelövéseket, másik szándékból lövéseket. Egyáltalán nem léptünk ki, nem ütköztünk az első fél időben, hogy talán még azt hiszem 2 percesünk sem volt, vagy talán egy. Nem voltak ütközéseink. Ez az egész meccsre rányomta a bélyegét. Támadásban úgy gondolom most a csapat az összeszedettebb volt. 28 gólt lőttünk, azzal a meccset kéne nyerni, de ilyen védekezéssel ez képtelenség. A Kisvárda női kézilabda csapata a legközelebb január 26-án lép pályára a bajnokságban, otthoni környezetben a Debrecent fogadja majd.